M. Tóth Éva Balázs Béla díjas animációs filmrendező kiállítását a Liceum Galériában május 17-ig tekinthetik majd meg. És ha már a filmnél tartottunk, akkor folytassuk filmes témával is. Köszöntöm stúdiumban Püski Viktóriát, az EGRI Kulturális Művészeti Központ Művészetek Házának szakelőadóját, ha jól fogalmazok, igen, titulust illetően. És hát új hírről tudunk beszámolni, hiszen az én emlékezetem szerint, erősítsen meg, vagy cáfolja meg, ha nem így van, hogy első alkalommal kerül sor olyan filmrendezvényre, nemzeti filmrendezvényre, amelyik a szimpózium is párosul, és ez pedig a Fejezetek a brit film történetéből szimpózium és vetítések címet viselő rendezvénysorozat. Viktória, hogyan jött létre? Így van, azért első, hiszen szimpózium még először első alkalommal kapcsolódik hozzá. Angol filmnapokat 1995 óta rendez a művészmozi, tehát azért elég nagy hagyománya van már annak. Minden évben, februárban, márciusban vagy áprilisban szoktuk rendezni. Tavalyi évtől kezdődően a főiskolának az angol tanszéke csatlakozott ez a rendezvényhez, és közösen rendezzük ezt a rendezvényt. Ők úgy gondolták, hogy idén egy szimpóziummal is bővítenék. Tulajdonképpen társszervezőink lettek ebben, közösen szervezzük ezt a rendezvényt. És Győri Zsolt, aki az angol tanszéknek a docense, ő volt az, aki ezt a szimpóziumot megálmodta, és tulajdonképpen össze is hozta. Vázoljuk föl ezt az álmot. Miről szól ez az álmom? Mi lesz a szimpóziumnak a része nagy vonalakban? Ugye lehet látni majd a plakátokon, illetve programfüzetekben is lehet látni, hogy május 4-én kezdődik az első nap, ez 11 órától lesz majd a szimpóziumnak az első napja. Ekkor 6 előadó lesz, és május 5-én kedden, pedig 10 órától kezdődik, és akkor 5 előadó fog előadást tartani. Természetesen, mivel az a cím, hogy Fejezetek a brit film történetéből, ezért mindenképpen a brit film köré csoportosultak a témák is, amikben előadásokat hallhatunk. Én ugye Győri Zsoltól megkérdeztem, hogy kik lesznek, hiszen ő szervezte ez az egészet, és azért neki ennekben nagyon nagy munkája van. Elsőként hétfőn Váró Kata fog előadást tartani, ő a Debreceni Egyetemnek a tanára egyébként, és a filmkultúra és a filmtett magazinokban is szokott publikálni. Ő a 80-es évek brit kultúrörökség filmjeiről beszél majd. Aztán Szabó Ádám a Deviancia motivumának brit filmes megjelenéseiről. Szabó Elemér, John Grierson és az angol dokumentarizmus kapcsolatát fogja elemezni. Sári László, ő a brit realizmusról fog beszélni, a 60-as és 70-es évekbeli fejleményeiről. Pólik József, aki ugye a főiskolának a tanára, szintén filozófia tanszék docense, ő a negatív utópiák filmes ábrázolásáról a brit médiában. Győri Zsolt pedig, ugye, akit már említettem, ő is fog előadást tartani, ő pedig a 30-as évekbeli filmekről az, hogy tulajdonképpen hogyan jelenik meg a történelem ezekben a brit filmekben, és hogy hogyan kapcsolódik a jelen és a múlt egymáshoz. Kedden 10 órakor Veres József tanár úr fog tartani előadást, neki lesz az első előadása, GB Show angol moziában játszott szerepéről fog tulajdonképpen beszélni. Aztán vendég lesz Hirsch Tibor, ő nagyon elismert filmtörténész, ő az ELTE-nek a tanára, Grönövéről fog beszélni, hiszen azért jó pár rendező van az angoloknál, aki nagyon kiemelhető, és az egyik ilyen Grönövé, aki egyfajta ilyen megfejtett talány, megfejthetetlen talány, és nagyon sok mindent lehet vele róla beszélni. Hirsch Tibor egyébként tartott egy ilyen fél éves szemináriumot is az ELTE-n Grönövéről, tehát azért nagyon sok mindent tud róla. Szijjártó Imre, aki szintén a főiskolának a docense, ugye ő itt is tanít, ő tudjuk, hogy ő nagyon otthon van a lengyel-orosz filmekben, és ő a kelet-európai emigráns filmesekről beszél a brit filmben. Paul Swan, aki szintén ugye az amerikanisztika tanszéknek a tanára itt a főiskolán, ő fog beszélni a filmterjesztés kérdéséről, tulajdonképpen az amerikai és a brit filmes együttműködésekről. És legvégül, de nem utolsó sorban Bollók Csaba lesz még a vendég, aki pedig egy nagyon ígéretes filmelemzés bemutató órát fog tartani, aki jelenleg is ugye Londonban van, tehát onnan fog hazaérkezni, és így fogja megtartani az előadását. Izgalmas témákról fognak beszélni a szakemberek, de hát azért a lényeg mégiscsak a filmeken van. Milyen témákból, hogyan válogatták össze a filmeket? Próbáltuk azt, hogy tulajdonképpen az előadásokhoz egy picit azért kapcsolódjon. Próbáltunk egyfajta tematikát összeállítani, hogy kicsit történelmi sorrendben is legyenek, és mindenféle film stílus is megjelenjen ebben a három napban, hiszen a vetítések azok
4-én, 5-én és 6-án lesznek, 6 és 8 órától. Első nap történelmi filmmel kezdjük, úgymond Pygmalion lesz, 1938-as film. Ez Leslie Howard rendezte, és ő is a főszereplője. Ez az eleve klasszikus Pygmalion film, ami különlegesség, hogy ez a filmintézettől jön, tehát eredeti 35-ös kópián fogjuk megnézni, és feliratos változatban természetesen. Aztán ugyanezen a napon lesz 8 órától a Még egy csók című film. Ez Ken Loachnak a filmje. Ken Loachról tudni kell, hogy ő is egy nagyon ismert és elismert angol filmrendező. Annak idején, mire ebbe az angol filmnapokban már rendeztünk olyan sorozatot, ahol Ken Loachnak olyan filmjét mutattuk be, amik nem voltak Magyarországon bemutatva. Volt olyan, ami 16 mm-es kópián volt, úgyhogy nagyon érdekes sorozat volt. Ő az angol kisrealizmusnak úgymond a mestere. Ez a Még egy csók egy elgondolkodtató film az idegen gyűlöletről és az előítéletről, ugyanis egy másodgenerációs muzulmán családból származó fiú, Glasgow-ban élő fiú, és egy nagyon szigorú katolikus vallás alapján neveltetett angol lánynak a szerelmi története, és az, hogy tulajdonképpen a ő családjuk hogyan fogadja el az ő szerelmüket, és ebből való botrányt mutatja be a film. Ezen a napon hétfőn 6 órától lesz majd egy hivatalos megnyitója úgymond a rendezvénynek, ahol Ponyi László az Egri Kultúrás és Művészeti Központnak az igazgatója, és Győri Zsolt fog majd beszédet mondani, úgyhogy így ez lesz a kicsit a hivatalosabb keret a dolognak. Aztán kedden folytatjuk mi is a vetítéseket 6 órától. Ekkor egy igazi klasszikus, az Egy nehéz nap éjszakája Beatles film lesz, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez mindenkinek, fiatalnak, idősebbnek is megmozgatja ez már a szívét. Ez így nagy emlék. Így van, így van. És 8 órától pedig egy teljesen új filmet fogunk bemutatni, ez a Két véglet, úgymond a Hajrá Boldogság című film, ez Mike Lake-nek a legújabb filmje. Egy olyan fiatal lányról szól, Poppiról, aki mindennel az életigenréssel válaszol. Ha ellopják a bicikliét, akkor azt mondja, hogy jó van, ellopták, megyek autóvezetést. Biztos szüksége volt rá. Így van, megyek autóvezetést és tanulni, tehát abszolút, tehát tényleg érdekes szemlélet. Így van. Aztán hát 6-án szerdán 6-tól a Füles című filmet fogjuk bemutatni. Ez egy kicsit amerikai, hiszen Woody Allen a rendezője, de tudjuk, hogy Woody Allen mostanában nagyon sok filmet forgatott Európába, elsősorban Angliába, és ez egy 2006-os film. Szerettünk volna egy pici humort is vinni a filmekbe, és ezért választottuk ezt a filmet. Itt egy olyan újságírót alakít Woody Allen, aki az élet és a halál között reked, és egy fiatal újságíró lánynak tulajdonképpen egy tippet ad, hogy egy gyilkos után nyomoznak, és innen indul el az esemény. Ami pedig a szerdai napot zárja, az kettős, hiszen mind az angol filmnek, mind pedig ugye a Boldog Csabával és Széjártó Imre tanárúrral csinált Valeper filmklubnak egy előadása lesz majd. A Boldogság moziból ez az Izzik Vérig Animéri. Ez egy 2000-es film, tehát azért ez sem egy friss film. Sarah Sugarman rendezte, ő egy angol írónő, színésznő, és egy olyan fiatal lánynak a kis faluban, kis angol faluban történő küzdelméről szól, aki szeretne kitörni valamilyen módon a maga kis világából, az apja által beskatujázott világból, és az ő történetét, hogy hogyan emelkedik föl, és hogyan találja meg önmagát, arról szól a történet. És annyira meggyőzően ajánlja ezeket a filmeket, hogy nem lehet ellenállni, erre el kell menni. Így mit van. Lehet mást mondani? Viki, mennyire épül ez a főiskolai életéhez, mennyire nyitott a város felé, kiknek szánják ezt a sorozatot? Abszolút mindenkinek, tehát igazándiból a főiskolával közösen szervezünk nagyon sok filmet, hiszen van a Vadeper filmklubunk, ugye keddi és szerdai napokon, ami abszolút mértékben a főiskolások, de nagyon-nagyon örülünk neki, és mind Boldog Csabinak, mind Imrének az volt és nekem is az volt az álláspontunk, hogy szeretnénk a városban lévő embereket is bekapcsolni ebbe, hiszen úgy gondoljuk, hogy övék is a mozi is, és a főiskolások is. Nagyon nagy örömünk az, hogy 53-54 bérletel is fogyott, és nagyon szépen jönnek és jönnek vissza a diákok. Diákok közül is nagyon érezhető akkor, amikor nincsenek itt a diákok, vagy éppen mondjuk a főiskolai napok vannak és kevesebben vannak, akkor visszaesik nálunk is a létszám. De van olyan diák már, aki két bérletet, tehát már második bérletet is megvette, mert annyira rászokott. Igazándiból nekünk az a fő célunk, hogy a diákokat, a mostani főiskolás korosztályt rászoktassuk a mozinézésre, mert úgy gondoljuk, hogy ez valahol nekik megszakadt azáltal, hogy nagyon sok letöltés, otthon nézik meg DVD-n vagy kicsin, és az az igazi mozi élmény, az kimarad nekik. Igen, hát ez az, ami egyébként olyan természetesen hozzátartozna egy ilyenhez. Tehát én képtelen vagyok így letöltött
filmet, úgy leülni mellé, hogy na most végigfutok rajta, meg végigszörcsörök rajta, én nem tudom. Szóval a mozi az, az olyan, hogy ott ülök bent, hogy ott közben előtte utána beszélgetek a filmről, bocsánat, közben nem előtte utána, ez furcsa lenne a közben is, és hát tulajdonképpen így lehet igazán feldolgozni a filmélményt. Így van, hát tulajdonképpen ez a úgy társul hozzá, hogy a Széjártó Imre, ő kedden szokta a magyar filmek, a klasszikus magyar 60-as évekből. Ő úgy is csinál, hogy előtte egy-egy diák, vagy ő beszél az adott filmről, és utána ők ott maradnak egy-másfél órát, és megbeszélik. És ez nyitott mindenkinek, tehát a városból lévők nyugodtan ugyanúgy bennmaradhatnak, ugyanúgy megbeszélhetik, tehát az igazi filmklub jelleg megvan. A Boldog Csabánál pedig azt a filmet mutatjuk be, amiről ő másnap az órán tart előadást, és akkor ő így kapcsolja össze tulajdonképpen az előadást, az óraanyagát a filmélménnyel. Bizonyára sikeres lesz. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és hát minél több látogatót és minél több ilyen ötletet, hogy a filmvilágához közelítsük az embereket minden területről. Váltsunk egy kicsit témát, tartson velünk továbbra is. Egy másik művészeti ágra térünk. Sikerekről beszéltünk a mai adásunk során többször is. Most is egy sikerről kell, hogy beszámoljunk. Győrben rendezték meg a 8. alkalommal az Országos Egyetemi Főiskolai Versmondó Verseny döntőjét, és hát itt nagy hagyományai vannak már az egri főiskolások szereplésének, de a legnagyobb sikert most érték el, hiszen a 2. legjobb versmondó az egri főiskolás volt. Most először ismerkedjenek meg a zsűri véleményével és a nyertesekkel, és aztán majd a következő adásunkban megismerkedhetnek az egriek. Is, akik szerepeltek oda át.